Zsiva Juli meg a Marista iskola sport udvarának légterét, fölös energiákat levezető tanulók szögdelnek, dobnak, ugrálnak az aszfalton vagy éppen a füvön. Negyedik alkalommal tartanak aktív sportnapot és népismereti vetélkedőt az iskolában. Délelőtt betűző versenyt hirdettünk a gyerekeknek, szavakat kellett elbetűzni a helyes írás szabályainak megfelelően. Nagyon sok résztvevünk volt alsó és felső tagozatból, és nagyon ügyesek voltak. A gyerekek 8 fordulóban mérték össze a tudásukat. És próbáljuk feleleveníteni azt, amit már tudunk. A fizikális igénybevétel mellett volt alkalom a szellemet is próbára tenni. A népismereti vetélkedőbe már a szülők, sőt a korábbi években elballagott öreg diákok is beszállhattak. Jó fiúk vagyunk, szót fogadunk, hajrá csapat! Teljes felbojdulás van az iskolában ilyenkor, ugye délelőtt tanítás van többségében, és csak délután vannak ezek a programjaink, de az egész délelőtt ebben a lázban ég, hogy a délutáni programra kiérkezik, mit fogunk csinálni, milyen vetélkedő lesz, és nagyon aktívan részt vesznek mindannyian. A sportos, népismeretes témanapon fáradhatatlanul és kitörő örömmel vettek részt a gyerekek a Marista iskolában.